A plac ifjúsági tér ez ideig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Mikor megépült, olyan közösségi teret álmodtak bele, mely napi rendszerességgel ad helyet elsősorban a fiatal generációnak. A Babits Kulturális Központ vezetése most arra törekszik, hogy életet leeljen az intézménybe. Ettől az évtől kezdve szeretnénk ezt a helyet is élővé tenni, és bevonzani a Babits Mely Kulturális Központ és a Művészetek Háza mellett egy harmadik olyan rendezvény helyszínné, ahol talán a fiatalok kaphatnak hangsúlyosabb szerepet. A tervek szerint könnyű zenei koncertek, táncos programok és civil rendezvények helyszínéül szolgál majd a plac. A rendezvény tér másik funkciója szerint a szórakoztatás mellett egyfajta gyűjtőpontja lesz majd az épület az iskola utáni szabadidejüket töltő vagy busztaváró fiataloknak. Az ifjúsági korosztály zenei igényét kiszolgáló programok mellett az idősebbek szórakozását célzó zenés-táncos estek is helyet kapnak majd a placon. A Ladies Night címet viselő olyan nőnapi retro party, ahova táncolni vágyó fiatal, középkorú és idősebb hölgyeket egyaránt nagy szeretettel várjuk. Ez a program egyrészt a nőnapi kavalkádnak úgymond a záróeseménye, de egyben egy olyan programsorozat része is, amelyel a placnak a népszerűségét és a programjait, az ismertségét kívánjuk növelni a jövőben. Az első ilyen program a nőnapi kavalkád című egésznapos eseménysorozat záró rendezvénye lehet.